én nem félek ettől a Beatrice kérdést, hogy miért kell mellé beszélni. Mi igenis védjük a kormány kultúrpolitikáját, mint egyik eszközét az ország konszolidált viszonyainak. Nem óhajtunk balhét, nem óhajtunk nagy társadalmi konfliktusokat, mert féltjük az országot. Támadás! 1, 2, 3! Megjelent a punk szó a magyar köztudatban, vagy az újságok elkezdtek tudósítani erről a rettenetről, ami Nyugat-Európát is megfertőzi, és ott ugye ilyen kapitalista ellenes lázadás a munkanélküli fiatal. Tehát amiben minden, persze sok igazság van, de ez egy kicsit nyilván a leegyszerűsítés a dolgoknak, de megjelent Magyarországon is ez a jelenség. Egyáltalán nem csak a nyugati pánkot értelmezte leegyszerűsítően az államilag irányított magyar sajtó. Az első magyar pánkzenekar a Spions helyett ugyanis azt a hard rockot játszó Nagy Ferót kiáltották ki az újságokban a pánk első hazai képviselőjének, aki korábban feleségével, Csuka Mónikával diszkózenét játszva próbált betörni a zenei életbe. Életemnek egyik legtermékenyebb korszaka volt, amikor én végre rájöttem, hogy hogyan működik a rendszer. Előtte én próbáltam a Csajos Beatricével próbálkozni. Nyilván ugye Mónikát építettük, mint sztárt, és én meg ott hátsó ember voltam. Nem, én voltam a zenekarvezető, de hát én hátsó ember voltam, mert a Mónikáról szólt a dolog. És amikor a Mónika végre kirúgott, és egyedül maradtam, akkor tudtam, hogy na most itt az én, ez itt az én hazám, most végre megcsinálom saját magamat. A Nagy Feró, Miklóska Lajos, Donászi Tibor, Lugosi László, valamint Gidófalvi Attila alkotta Beatrice fél év alatt az ország egyik legnépszerűbb zenekarává vált. A sajtó viszont elsősorban a botrányaik kapcsán cikkezett a zenekarról, főleg azután, hogy a budai ifjúsági parkban egy női rajongó a színpadon maszturbálni kezdett egy showelemként használt marhalábszár csonttal. Mikor elkezdtek ránk igazán nagy tömegek járni, és minden koncertünk zsúfolásig megtelt teltház volt, akkor az újságokban persze megjelentek negatív kritikák erről, és azt mondták ránk, hogy punkok vagyunk. És tulajdonképpen azt se tudtuk, hogy mi az, hogy punk. Elmentem egy barátomhoz, egy belvárosi értelmiségi barátomhoz, mondtam neki, Ramones kell, Sex Pistols nagyon, és Clash. Hogy lássam, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk. Amikor aztán meghallgattam ezeket a zenekarokat, akkor rádöbbentem, hogy az énekünk nagyon sok szellemileg, nagyon sok közös vonalunk van. Tulajdonképpen ezek szerint akkor mi punkok vagyunk. A botrány zenekarrá vált Beatricét a punk címkével próbálták bemocskolni a tudósításokban. Nagy Feró eleinte elutasította, hogy pánként skatujázzák be zenekarát, ugyanis ők egyszerűen csak az elsodort ifjúság megmentőjének vallották magukat. Reménytelen kölyköket pedig nem kellett nagyítóval keresniük, ugyanis a 70-es évek közepén hazánkba is begyűrűző olajválság hatására munkásosztálybeli fiatalok tömegei tapasztalhatták meg a rendszer kilátástalanságát. Lemondva az egyéni boldogulás reményéről, sokan a többségi társadalom részéről elvárt viselkedés helyett egy radikálisan új életformát választottak, a csövességet. A kulturális közéletben ott volt a kérdés, hogy akit hivatalosan uralkodó osztálynak tekintenek, az valóban uralkodik-e? Hát erre elég könnyű volt a válasz, hogy nyilván nem ő adja a döntéshozókat, de valójában olyan jól érzi-e magát ebben a rendszerben? Akkor a távolság volt
fiatal, képzetlen embernek lenni, és a családi boldogulás, akár csak egy lakás beszerzése között nemzedékek éltek a szüleik lakásában bezsúfolva, többet magukkal szobákba, a lakótelepi, úgymond luxusok és a lakótelepek osztogatása ellenére, hogy az táptalaja lett ennek a reménytelen, műveletlen, de mégis nyugatiasnak gondolt szubkultúrának. Savanyú dolgok voltak ezek, ugye intézetből ugye, jöttünk kifele, apa, anyuka ugye olyan volt, hogy a testvérem is voltak egy pár darab, tehát külön megkülönböztetett szituációk voltak, hogy na most te ez, na most te az, na most te amaz, úgy ruhába, úgy ételbe, bárhogy. Tehát te mindig hátra voltál nyomva. Iskolában nem nagyon mehettem, ugye, pedig jó fej voltam a suliba is, tehát tudtam tanulni, de sajnos nem engedték a szülői gondoskodás, ami abból állt, hogy pif-paf-puf, tehát és így gyűlölem lett benned az a agresszió, és ezt az ember megunja, és lép egyet. A csövesek, a szakadt divat, az tulajdonképpen ezt fejezte ki a maga kulturális és divat, vagy életforma nyelvén, hogy azért mi nem illeszkedünk ebbe az egészbe olyan szívesen, amit ti csináltatok. Valószínű, hogy egy csöves gyerek ezt nem fogalmazta meg tudatosan magának, de az, hogy szívesen vette fel azt a ruhát, szívesen járt azokra a koncertekre, az mégiscsak ezzel az életérzéssel való azonosulását mutatta. Elszöktem otthonról a csövesség, almabor, ragasztó, a családi kötelék az ugye úgy teljesen megszűnt. Utána kikerültem a Blahára, ugye ott ugye új voltam. És ugye, hát ugye bőr, ugye Nagy Feró, mindent, Ramoneszt nyomták, Sex Pistolst, Úristen, nagyon jó az a zene, és ugye bor, stb. Na és ott ragadt meg ez az egész dolog, ez a Nagy Feró beállt, hogy se Ramonesz! Hey! Rámonesz! Az egész Magyarországot végigment, de kirúgták őket, ugye mentünk velük, akkor szerintem harta vagy dusztok, nem tudom, volt egy ilyen homokos part, akkor ott voltak ilyen sátrak, ugye a zenekar tagja, a Gidó Falvitok, ez ott volt mindegy, ott messzelenkedtek, meg stb. Szóval jó volt, a sátorban, mert így azt mondja fel, ugye ugrott ki a sátorból, elélveztem gyerekek, szóval mindegy, messzel jött, kiment a vízpartot, megfürdött. Amúgy, amikor befizetett, ugye jött a fel, és akkor na, gyertek. Én ezt az egészet úgy komolyan gondoltam, hogy segíteni kéne. Hogy lehet segíteni? Fogom a kaput, és benn, akik benn vannak, és bemondom a mikrofonba, a gyerekek még kimaradtak, mit tudom én, 50-en. És akkor segítsük, hogy be tudjanak jönni. És akkor dobáljatok. Ez ott tarháltunk. És mondtam, hogy aki a felét föl tudja mutatni, annak a másik felét én odaadom, és be tud menni. Tehát, hogy ilyet ezerszer csináltunk. Divattá vált, hát akár úgy öltözni is, mint aki a társadalom perifériáján van. Olyanok is eszményt látnak benne, akik maguk nem így élnek, hát ezt tudjuk, rendes kispolgári szülők gyerekei váltak csövesekké, és nem csak azok, akik tényleg a periférián éltek. Nagy Feró nagyon hamar a csöves fiatalok ikonjává vált, a nyilvánosságban pedig egyre csak dagadt a Beatrice jelenség. Gyógyszerező, szipúzó, verekedő, munkakerülő, galerikbe tömörülő, mosdatlan fiataloktól volt hangos a sajtó, ráadásul néhányan még fasiszta jelvényeket is magukra aggattak, ami már a rendőrség és az állambiztonság figyelmét is felkeltette. Egy ügynöki jelentés szerint koncertjén a Beatrice és Lepje bizonyítékot adott a társadalomra veszélyes tevékenységének.
Külön kiemelték a zenekar dalszövegeit, például a Jerikót, melyet a hatalom és a felnőtt társadalom elleni szembehelyezkedésnek könyveltek el. De az igazi problémát az okozta, amikor a zenekar nyitni kezdett a marginális fiatal értelmiségiek felé. A Beatrice nagyon jó példája annak, hogy konkrétan egy zenekarra és a közönségére célzott megfigyelés folyt. Őket rothadók címen figyelték meg, ez azt hiszem elég sok mindent elárul. Együttműködtek a Fölös Példány irodalmi csoporttal, ami maga volt a fiatal, a magas művészet fiatal reprezentánsai. Volt egy ilyen félelem, hogy a Beatrice-n keresztül, akinek ugye azért elég nagy közönsége volt és elég nagy hatása volt, hogy összeérhet az értelmiség és a munkásság. Nekünk abban az időben azért volt egy-két úgynevezett súgónk a Kommunista Ifjúsági Szövetségben, mert azért ott voltak olyanok, akik szimpatizáltak velünk. Akkor ők azonnal tiltakoztak, mondták, hogy ezt ne csináld, ezt nem lehet. És mondom, hogy de hát miért baj az, ha egy költő, egy fiatal költő, az kijön a színpadra, és miközben mi játsszuk, akár a nem kelt, elmondja egy versét. Tehát az egésznek lesz egy ilyen magasabb szintű irodalmi vonulata is. És ők azt mondták, hogy ez nem lehet, mert a munkásosztály, az ipari tanuló ifjúság és a gimnazisták meg a marginális értelmiség összeállnak egy csapatba nálatok. Ahogy meg is történt, Lengyelországban is az történt, hogy az értelmiség és a munkásosztály találkozott. És abban a pillanatban egy olyan egységet tudtak alkotni, amelyik hát komolyan megrengette az egész szocialista rendszert. Lengyelországban 1976-ban a kormányzati áremelések hatására sztrájkok robbantak ki, amit a karhatalom kifejezetten brutális eszközökkel torolt meg. Ennek következtében alapították meg a Munkásvédelmi Bizottságot, amit a lengyel politika történet az ellenzéki értelmiségiek és a munkásosztály történelmi egymásra találásaként tart számon. A szervezet nagyon hamar az ellenzék motorjává vált, és megteremtette az alapjait a 80-ban alapított tömegmozgalomnak, a Szolidaritás szakszervezetnek, ami később útjára indította a kelet-európai rendszerváltásokat. A lengyelországi események nagyon, nagyon komolyan érintették a magyar politikát is, attól kezdve, hogy a Lengyelországban helyzet volt, annak a magyarországi visszhangját mindig figyelték. A Kiszesekkel történt beszélgetés után Nagy Feró közölte a Fölös Példánnyal, hogy a Beatrice érdekében megszakítja együttműködésüket. 80 márciusában ugyanis felcsillant a zenekar előtt a remény, hogy végre megjelenhet első nagylemezük a lemezkiadás monopóliumával rendelkező hanglemezgyártó vállalat révén. Pedig alig fél évvel korábban a hanglemezgyár még elzárkózott attól, hogy a fasisztoidnak bélyegezett punk propagálásába bármilyen módon részt vegyen. A nagy lemez ügyében Nagy Ferónak a zenekar egyik legfőbb ellenlábasával, Erdős Péterrel kellett volna kiegyeznie, aki a hanglemezgyár igazgatója, Bors Jenő jóváhagyásával irányította a magyar könnyűzenei életet. Ám Erdős nem egyszerű vállalatvezetőként, hanem a kulturális kormányzat tisztviselőjeként tekintett magára. Ne értse félre, hogy nem utasítom el, és nem azt a jelzőt, hogy diktátora, egyeduralkodója voltam ennek a szakmának, hogy tőlem függött egy lemez megjelenése, tőlem is függött, sőt, nagy részt függött tőlem. Igazából egy normális világban ő nem lett volna a hanglemez kiadós totum factum. Ő újságíró, politikus lett volna, annak is indult, de aztán különböző börtönbüntetései nyomán háromszor is ült, tehát a Rákosi idő alatt és meg 56 után is ült, egy ilyen parkolópályára került, a kulturális életben kapott lehetőséget ahhoz, hogy dolgozhasson, és a maga tehetségét tulajdonképp kibontakoztathassa.
Ugye a hangnemezelt vállalat volt, amely nem részesült állami dotációban. Azt mondták, hogy játsszátok, ahogy gondoljátok, de mi devizát erre nem adunk, termeljétek ki. A szocialista rendszerben működő nyugatias felfogású vállalatról beszélünk. Ez azt is jelentette, hogy olyan dolgokat kelljen kiadni, amik gazdaságosak. Beatrice az egy nagyon, tényleg egy népszerű zenekar volt, tehát ott valószínűleg sok tízezres eladások lehettek volna. Valóban lehettek volna, ám Erdős a lemez megjelenésének feltételéül szabta, hogy a zenekar olyan magatartást tanúsít, ami nem sérti meg a társadalmi és erkölcsi normákat, kölcsönösen határozzák meg a lemez anyagát, különös tekintettel a dalszövegekre, valamint a banda fél évig nem vállal nyilvános fellépést. 6 hónapig kussoljunk el. Persze, 6 hónapig nem lész fel, a világ megváltozik. Mondom, jó, csak akkor bízzátok rám a dolgot, meg a Miklóska Lalára, mert mi azért nagyon tudtuk, hogy itt valami nem stimmel. Tehát mi az, hogy 6 hónapig nem játszunk? És én mondtam a Lajosnak, hogy írjuk alá a szerződést. Mert akkor ezzel megvan egy kihívás. Mi aláírtok, tessék, azt, hogy utána fellépünk, megtehetem, ha van buli, mert nem kevés buli volt. Na most, ha ő aláírja, akkor működik a szerződés ugyan, de mi nem fogjuk betartani. Hát, és akkor mi van, nem tartjuk be? Hát nem volt benne pénzbüntetés, vagy hát börtön az úgy volt benne, de pénzbüntetés nem. Csak legközelebb bementünk, és mondtuk, hogy mi aláírjuk a szerződést, tehát hogy tetszik nekünk a dolog. De erre nem került már sor, mert Erdős elmondta, hogy ez, amit ő kitalált, meg ez az izé, ez már nem működik. Mert miért legutóbb egy koncerten azt mondtuk, hogy ihaj csuhaj, hát valami miatt, hát ki tudja miért, már nem működött. Később Erdős nagyon sokszor lengeti, hogy itt van, én akartam, itt van, itt egy szerződés. Ezzel szemben Erdős az MSZMP KB kulturális osztályának írt jelentésében úgy fogalmazott, hogy azért nem sikerült megszelídíteni a zenekart, mert a tagok nem egyeztek bele a cenzúrába. Minden esetre Erdős néhány hónappal később szűk körben kijelentette, hogy amíg ő és Bors Jenő állnak a hanglemezgyár élén, addig a Beatricének nem fogják kiadni a lemezét. Nyilván, hogy egy zenekar, ha nem ad ki nagy lemezt, akkor az nem létezik. Erdős Péter nagyon, nagyon ügyesen irányította ezt a pop szakmát, ahol ha nem hódoltál be neki, akkor semmi esélyed nem volt. A Beatrice képviselt olyan dolgokat, amik nem az ízlésének, vagy a felfogásának, vagy világképének volt való. Hitt abban, hogy ez minden rendszerek legjobbika, és hitt abban, hogy ezt bárki, aki veszélyezteti, azt egy idő után bizony el kell távolítani. Erdős inkább az ideológiát védte állandóan. Főleg akkor, amikor valaki azt mondja, hogy még a nem kell, sem kell. Érted? Hát akkor persze, hogy a Mercedes gyorsan száll a villamos, csak botorkál. Mi van? Itt a angyalföldi elvtársakkal nem viccelődünk. Beleköt a szél egy magányos fába, az utca parát a szemembe vágja. A Mercedes gyorsan száll, a villamos csak botorkál. Hajnali ébredés keserű szál, a képen egy is el. De a tegnapi munkától a kezem még fáradt, éjszaka holt fáradt, teresem az ágynak. Erdős a szélesebb nyilvánosság előtt különféle rágalmakkal érvelt a Beatrice veszélyessége mellett. Egy tévéadásban például egy 69-es Alice Cooper koncerten történt állatkínzást próbált meg rákenni Feróékra. Volt egy műsor a televízióban. Én onnan gyanítom a dolgot, én ott hallottam először ezt a dolgot. Abban a műsorban volt egy riporter, aki hát elég bután védett minket, az ellenfele pedig Erdős Péter volt. Esélye nem volt Erdős Péterrel szemben, aki ebből a szempontból gyűlöletből profi volt. És elmesélte, hogy nem mondta, hogy a Beatrice, csak hogy ezek a zenekarok, hogy a színpadon élő csirkét ledalálnak, és úgy folyik a vér a dagállóról.
akkor mit kell tulajdonképpen csinálni a rendezőnek? Akkor én azt mondom, hogy mindig jobb, ha hanglemezen hallgatják, mert ott nem lehet lezárásni. De nem lehet, hogy ledöbbentem ettől, hogy ez a hülyeséget. Hát ezt úgyse hiszik el, de elhitték. Mai napig nagyon sokan úgy tudják, hogy én vagyok az, aki csirkét daráltam a színpadon, és akkor úgy érkezik, hogy jó, a csirkét daráltam. De Erdős Péter volt ez, aki ezt elterjesztette. Valamikor ő is lázadó volt, elkezdett egy új világot, elfelejti, hogy honnan indult el. Kiabálhat én a kígyó dékát, a jó ízlésről elfogadott formát. Válaszom sértőbe kell adni a módját, hozzá. Az egyre csak dagadó Beatrice jelenség a politika legmagasabb szintjeire is eljutott. Lendvai Ildikó, a KISZ kulturális bizottságának elnöke 1980 elején jelentésben számolt be Posgai Imre kulturális miniszternek a magyar pánk és csöves jelenségről. Júniusban a KISZ KB is napirendre tűzte a kérdést. Végül augusztusban a fiatalok tömegeit megszólítani képtelen KISZ égisze alatt megszervezték a Fekete Bárányok Fesztivált, ahol színpadra léphettek a tűrt és tiltott határán mozgó zenekarok, többek között a Beatrice is. A KISZ mondjuk a saját metódusával, gondolom én, nem tudom ez mennyire tudatosult bennünk, nyilván azt gondolta, hogy akkor meg kell próbálni integrálni. Tehát meg kell próbálni ehhez a közeghez kapcsolatot teremteni, idézőjelben mondom a szót, megszelídíteni, vagy egy kicsit megbékéltetni vele a hatalmat, vagy megértőbbé tetetni. A KISZ-ben a zenei lenyomatával ennek az életérzésnek leginkább azt próbálták kezdeni, hogy akit lehetett beengedni a kapun, kvázi beengedtettek, mert ez beengedés volt, tehát nem voltak részei a támogatott kultúrának. Nyilván ez adta az indítatást a Fekete Bárányok koncertre is, hogy valahogy úgy félig meddig integrálni a rendszer határain állóvá vagy kicsit beljebb lévővé őket, hogy azokon a rendezvényeken azért mégis a KISZ úgy tudhassa, hogy itt hát jönnek hozzá fiatalok. El lehetett mondani, hogy egy KISZ rendezvény, és hát akkor itt tízezrek fordulnak meg. Egy pofon neked, egy pofon neked, egy pofon nekik, még egyet nekik! Nem kell, hát hányszor mondjam, nem kell! Semmi nem kell. 81. márciusában a KISZ egyedülálló lépésre szánta el magát. Szakmai, politikai találkozót szervezett a zenészeknek, ahova a zeneipar irányítói mellett magasrangú politikusok is meghívást kaptak, többek között Tóth Dezső művelődési miniszterhelyettes. A Tatai Rock tanácskozás megszervezésének hivatalos oka az volt, hogy a zeneiparban dolgozók a Lengyelországból érkező hírek hatására szakszervezetet alapítottak, azzal a céllal, hogy jobb társadalmi és anyagi helyzetet vívjanak ki maguknak. A hatalom viszont ekkor már egyre kevésbé tudta kezelni a burjánzó csöves szubkultúrát, illetve a szabályokat elutasító fiatal punk és újhullámos bandákat. Ezért a kulturális élet vezetői alkut ajánlottak a popsztároknak. Az 1981 márciusi Tatai Rock találkozó az egy nagyon érdekes és nagyon fontos esemény volt így a magyar popzenei történetben. Ez volt az első alkalom, amikor azért a hivatalos hatalom, ami jelenti Tóth Dezsőt, aki akkor miniszterhelyettes volt, hát beszélget a szakma képviselőivel, aminek normálisnak kellene lenni, de akkor mégis első alkalom volt. A KISZ és a párt, vagy mondjuk így a hatalom részéről az volt, hogy ők érzékelték azt, hogy itt van valami probléma van a mainstream mellett, vagy alatti rétegekben, és nyilván nem a személyesen a Tóth Dezső, aki hát szerintem gőze nem volt erről a dologról, őt a munkatársai fölkészítették erre a tanácskozásra, és az írott anyagokban az intézményrendszer
problémáiról is, meg ezekről az úgynevezett botrány bandákról, és itt nem csak ezekről az underground zenekarokról beszélünk, hanem a botrány zenekarok, Beatrice, P-mobil, tehát a hivatásos engedéllyel rendelkező zenekarokról is volt szó. Tóth Dezső egyébként egy művelt ember, egy irodalomtörténész volt Vörös Marti monográfiával, de abszolút nem értette ezt a világot. Kicsit izgultam is, hogy bele ne essünk egyik végletbe se. Egyrészt, hogy ne legyen olyan értelemben balhé, hogy végképp összevesznek. Tehát, hogy a Tóth Dezső azzal megy haza, hogy ez egy betiltandó rémes társaság, vagy a másik véglet, hogy a közönségben ülő zenészek közül még az is, aki mondjuk rendszeres partnerünk a rendezvényeken, azt mondja, hogy ezekhez többet be nem teszem a lábam, durung, merev, bürokratikus barmok. Kérem önöket, hogy azon a normális, értelemszerű, hivatalosan nem körülírható, de minden tisztességes ember által érzékeltető határokat, amelyeken belül bőven kifejezésre lehet juttatni azt, ami minden emberbe él, hát, hogy egy kicsit fel akar lélegezni. Azt, hogy ez az övezet, ezt valamilyen formában kifejezésre juttatja, én azt természetes dolog. De amikor ez olyan formát kap, hogy kategórikusan és közvetlenül valami ellen beszél, hogy egy nihilista, egy munkanélkül élés, egy szervezett társadalom ellenesség hangulatát, atmoszféráját, akusztikáját terjeszti a maga nagyon hatásos eszközeivel. Az általában sem helyes, de az röviden jellemeztem társadalmi politikai helyzetben azt mondhatnám, hogy tilos. Mikor a Dezső eljutott ezekhez a részekhez, én azt kezdtem gondolni, hogy na tessék, akkor bejött az a rossz várakozásom, hogy itt ordítozás van. Úgy emlékszem, hogy föl is emelte a hangját, tehát hogy ez nem csak tartalmában, hanem úgy bele is vörösödött a dologba. Ahol ilyen elhangzik, hivatalos szerv által rendezett rendezvényen, magánúton, művelődési otthonban, bárhol a működési engedélyt bevonjuk. Ugye Tóth Dezső politikusként szólalt meg, és ő ezt akarta elmondani, tehát ezt akarta aláhúzni, kifejezni, hogy ezt nem akarjuk eltűrni. Ismétlem, ez nem valami határszűkítést jelent, hanem az eddig is meglévő, értelemszerűen meglévő határoknak a művelődéspolitika részéről történő kategórikusabb betartását és betartatását jelent. Ezt kérem vegyék tudomásul, azok is, akiket közvetlenül illet, és azt a messze nagyobb többséget, amelyet egyáltalán nem közvetlenül illet, de annyiban érint, hogy alkalmasak az ilyen, hogy úgy mondjam, dobások egy művészeti ágat kompromittálni a közvélemény előtt. A tatai rocktáborba, amikor meghívtak bennünket, akkor mi ezért nagyon örültünk. Bors Jenő az ott azt mondta, hogy egyet kér, hogy ennek a tatai összejövetelnek, ennek nem, ne legyen a témája a Beatrice jelenség. Megszavazták a zenészek, hogy jó, akkor ezt nem. Ebben nem foglalkozunk. Tehát erről semmilyen kérdés nem merült fel. Olyan barátaim nem fordultak el. Megtagadtak. Hát ez nem igazából mindenki a saját, az ember a saját érdekeit követi, és ha nem muszáj, nem áll ki egy másik ember, mert abból neki csak problémája van. Később azért beszéltünk erről, ilyen esti összejövetelek voltak, ahol Elvdös doktor elmagyarázta nekünk, hogy kell ezt, meg mit kell ezt. Na most én nem félek ettől a Beatrice kérdést, hogy miért kell mellé beszélni. Mi igenis védjük a kormány kultúrpolitikáját, mint egyik eszközét az ország konszolidált viszonyainak. Nem óhajtunk balhét, nem óhajtunk nagy társadalmi konfliktusokat, mert féltjük az országot. Miért a filmgyárban nincs, hogy is fejezem csak ki magam, dobozba maradt film? Dehogy nem. Miért a könyvkiadók mindent kiadnak? Dehogy.
Béla, a lapokban mindent meg lehet írni, nem lehet. Én azt szeretem, ha azt csináljátok, amit mondok nektek, és aztán öröklakást építtek a Lózsadomban. Meg meghódítjátok a világot. Ezt akarom elérni. A hanglemez kiadás részéről a kecsegtetés, ha annak, ha az együttműködésünknek eredményeképp mindenki jól jár, és sokat fogtok keresni, csak próbáljátok egy kis rendet teremteni magatok körül, ne legyen balhé. Az Erdős Péter beszéde az egy ígéret volt, hogy amennyiben elfogadjátok a játékszabályokat, akkor itt minden lesz, Rózsadombi háztól frizsiderig minden. És melyik sztárzenekar volt ellene a keresetnek? A lényeg az, hogy ebben a tatai úgynevezett rocktáborban, ebben nem álltak ki mellettünk a zenészek, tehát maradjunk ebben. Hát nyilván ők mentették, nem a saját, hanem az egész rockzenének az imidzsét a rendszer előtt. Nekünk ez a halálunkat jelentette persze, de ma már öreg fejjel, végig gondolva, hát lehet, hogy nem is lehetett másképp. Mert akkor ők is elvesztik azt a lehetőséget, hogy a rendszerrel tudjanak kommunikálni. Már én úgy gondolom, hogy el kellett volna akkor veszíteni, szembe kellett volna állni a rendszerrel. Akkor ez még nem látszott olyan súlyosnak, de amikor kinn a Hajógyár szigeten volt egy nagy ilyen szakszervezeti alakuló buli, abból már minket teljesen kihagytak, leszartak bennünket. Oda mentem ugye erre a koncertre, és azért ott volt egy kis tüntetés a Ricse mellett, meg minden, de én odaértem erre a koncertre, akkor hogy kérdezgettem. A Lóri azt mondta, hogy hát kerestük össze-vissza, hova lettél. Hát miért nem szólt a rendőrségnek? Az előkerített volna engem egyből. A Hobó azt mondta, hogy gyere, azért is felléptetlek itt velünk. Mondom, nem Hobó, hát nekem van zenekarom. Én szívesen fölmegyek veled, de ez az egyben nekem miért jó? Nektek jó. Az az augusztus 23-a volt az a pont, amikor azt mondom, hogy na jó, akkor most feloszlik a banda. Ha nem állnak ki mellettünk, azok az intellektuális zenészek is, akiktől elvártuk volna, akkor ez legyen az ő lelkiismeretükön a folt. A feloszlás után Nagy Feró úgy döntött, hogy nem hagyja abba a zenélést, csak más néven folytatja a banda egykori tagjaival. Ebben viszont már nem vett részt a Beatrice első számú zeneszerzője. Miklóska Lajost ugyanis annyira megviselte a folyamatos állambiztonsági megfigyelés, valamint a boldogulásért folytatott reménytelen harc, hogy pszichiátriára került. Többen kérdezték tőlem, hogy a Miklóska Lajos hol van? Ott van. Zárt osztályon van. Hülye vagy? Nem veszed tudomást, hogy tényleg zárt osztályon van, te marha? Mi van? Azt mondod, hagyd abba. Miért? Nem baj, ha tudja mindenki. Nagyon is, hogy kell tudja, érted? Nem csak én vagyok hibás, ti is hibásak vagyok, hogy a Miklóska zárt osztályon van, az Isten faszát! Habár a Beatricét a hatalom sikeresen szétverte, közben már alakultak olyan új punkzenekarok, akik Nagy Feróval ellentétben nem is reménykedhettek abban, hogy sikerülhet integrálódniuk az államilag irányított kultúrába. Többek között a Beatrice egykori rajongója, Francia Béla is bandát alapított. Jött egy gondolat, hogy hát nekem is kéne egy zenekart csinálni, nem csak mutogatni magamat. 70-es évek végén még nagyon tiniként Beatricére jártam, meg Eddára, az Ifi Parkba, meg P-Mobilra, meg ilyenek. Engem a Fekete Bárány koncerten keresett meg egy ilyen radikális kinézetű punk figura, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy úgy nézel ki, mint Johnny Rotten, nem akarsz basszusgitározni a zenekaromba? Én mondtam, hogy de. Na, így kiderült, hogy ez a Rottens nevezetű zenekar. Ő egy elég közismert figura volt, úgy tűnik így a budapesti tereken a 80-as évek elején. Volt olyan, hogy nekifutásból fölrúgott egy öreg asszonyt az utcán, aki megijedt tőlünk. Az első punkok egyike valószínűleg. Nem hazamentem, és akkor jöjj, de jó aludni a jó kis bizepaplomba, a faszt, hanem az utcán nyomtam. Az Ifjúsági Magazin nevezetű, ugye kommunista ifjúsági újság, magazin megjelentetett különböző írományokat az angol punkról,
elég nagy fasságokat írtak, de hát az nem, túl sok információnk abban az időben ugye nem volt, és hát ott voltak képek is. És például Johnny Rottenen látszott, hogy ugye a Wehrmachtos jelvényt, vagy mit hordott, tehát hogy ez bekúszott a mi világunkba, a mi imidzsünkbe, gyakorlatilag ugye a WC-lánc, a lakat, valami ilyen náci, akármi lehet, hogy aztán ehhez ki hogy állt hozzá ideológiailag, hát ugye később derült ki állítólag, hogy a Rotten azért hordta ezt fordítva, meg azért hordta, hogy megalázza. Na de érted, most nekünk ott 14-15 évesen kurvára nem tudtuk, hogy azt láttuk, hogy hordja, ez provokál, erre azért fölfigyelnek, és akkor így egy csomó mindenkinek volt csomó radikális dolog kitűzve meg, amit hordott. Én szerettem olyan ruhákba járni, ami... Tehát elmentem egy bárhova, és... Úristen, hogy a száz ilyen, igen, dörzseki, ugye a haj följátszva, minden, és... Aha, húha, megbontrálkoztaták, és ez jó volt. Kerestünk egy próbahelyet. A pince, ami a próbahely lett, és elvileg mi azt béreltük, nagyon gyorsan kijött a rendőrség, és kiderült, hogy mi föltörtünk egy tanácsi önkormányzati pincét. Holott a fölötte lakó öreg asszony adta nekünk 500 forintért bérbe, és őtől lekaptuk az áramot is. Azt mondta, hogy ez az ő pincéje. Nagyon komoly zene volt, úgyhogy forintot nem ért, de nekünk jó volt a punk zene. 4 vagy 5 szám volt, és ennyi volt. Csúnya vagy és gizza vagy, nem tudom mire teszed magad, kifestett száj, diszkócipő, te vagy a diszkó király. London gépei lövik Moszkva légterét. A két nemzet nem érti egymást még. Szidvicsúz. Miért haltál meg? Néma utcán is itt a patkány, nincs hova bújni, jön a razia álmából, felzavartad? Nincs álma. Sosincs álma, hogy átaludja. Patkány, mi vagy patkány? Mert örök születtem! A Rottenszlupaszov csatlakozása után mindössze 3 koncertet adott. Az első Dembinski utcai buliukról felvétel is készült, ebből viszont csak egy néma kópia maradt fenn az utókor számára. A zenekar utolsó 81. december 13-án tartott koncertje viszont akkora balhéval fejeződött be, ami a zenekar feloszlásához vezetett. Ehhez hozzájárult az is, hogy pont aznap mélyült el annyira a lengyel válság, hogy Lengyelországban szükségállapotot vezettek be, ami miatt Magyarországon is jelentős rendőri készültség volt az utcákon. Az volt a 3. koncertünk, úgy kerültünk oda, hogy elmentünk a Kassák klubba időpontot kérni, hogy koncertezni szeretnénk, és akkor le kellett írni a szövegeket. És hát nem tudtuk, hogy most mit írjunk szöveg helyett, és akkor amikor az igazgató az irodából kiment, akkor a francia mondta, hogy na, akkor írjad, és akkor ilyen hülyeségeket lediktáltott, leírtunk ilyen szöveget, beadtuk, és kaptunk egy dátumot. Pontosan emlékszem, december 13-án volt a koncertünk a Kassák klubban. Teljes hektika volt, mert ott már rengeteg ember volt, meg rendőrök, meg minden. Már ott a mexikói metróba, a metrónál ott a rendőrök, ott minden bajuk volt az emberekkel, meg visszaküldték őket, meg mit tudom én. Ugye, trinken, valami bírgyát, már ezért volt. Jézus, és lehánytam a palit telivel, nagyon komoly volt. Mondom, most menj a faszba, bazd meg. Jó, még nem ettem semmit akkor, de hát a folyadék azért szépen. És akkor ugye kezdődött a koncert. Akkor fölmentem, és akkor... Na, szevasztok, patkányok! Itt vagyunk. Hát meg ilyenek, megette a poharat a koncerten, és társait. Megfogtam a poharat, megittam. Patkányok, figyeljetek ide! Akkor szétharaptam a izét, hát ugye hát tiszta vér minden. Ez a kezemben a sörös üveg, és odabasztam a falhoz. Kegyetlen volt. Ugye hát lejátszottuk a koncertet, tehát volt ott minden, tehát minden volt ott, autókat, betörtem az ablakokat. Hát, kimentünk a kassákulóba, és széttörtem az autónak az ablakát, meg rongáltuk meg, hogy azt mondja, hogy futás, meg stb. És mire hazaértem, ott voltak a rendőrök. Bevittek,
ott is volt egy kis hókamóka, stb. Ott jól megfenyegettek, meg ránk pirítottak, meg mit tudom én, és amikor már összeszalta az ember magát, akkor mondta, nyugi, nyugi, és akkor ennyi írni kellett egy vallomást, kiírta a szövegeket, tehát kb. Ez. Tudod-e, hogy ilyet nem szabad csinálni? És akkor ezek után hát minket kiengedtek külön-külön, mivel mindannyian nagyon fiatalok voltunk, és a francia meg 18, hát ezért szívta ő meg, mert nagykorú volt. 3 hónap volt talán, azt hiszem, 3 vagy 4 hónapig, mert kedvezménnyel szabadultam. De már nekem, és egy baracskán voltam, de már nekem jöttek a srácok, ismerősök, akik bebuktak, és mondták, hogy hát tudod, mi a történet? Hát mondom, mi? Hát a rupaszol. Mi van vele, mondom? Megalakítottuk a Trottelt 2 Rattenstaggal, meg új emberekkel. Börtönből üzent nekünk, mert játszottunk a Trottellel Rotten számokat, és úgy megöl, hogyha játszunk számokat, úgyhogy csak az első 2 koncerten játszottunk abból a repertoárból. Kiszabadultam, és akartam egy ilyen visszatérő koncertet, mondom, és akkor Rattenstag. És megtudtam, hogy az ember, a Rupaszov, meg a klikkei, vagy nem tudom, kint vannak a Budai Parkban. Na, mondom, akkor kimentünk, és akkor jöttek velünk szemben, meg egy is. És akkor hát mondja, elkezdtem. Nem akarok így csúnyán beszélni, mert... Mi a kurva anyádat csináltad, öcsém? Hát ki a fasz vagy te, bazdik, hogy az én, a Rattenstag együttes apám, amit én alapítottam, hogy te hogy merészelsz zenélni az én égiszem alatt. Hát mi ez, öcsém? Hát nem, hát ígyünk egy sört, gyere, beszéljük meg. Nem iszunk, bazd meg. Nem iszunk. Hát mi a fasz vagy? Ki vagy te, bazd meg? És így véget ért a Rupaszov és társai című fejezet. De az emberekben nem az ragadt meg, hogy hát a Rupaszov Tamás, nem, hanem a francia. Holott mit csináltam? Franciát állítása szerint csak rongálás miatt ítélték el, ám elővehettek volna róla mást is. 82-ben egy koncertjükről egy interjúban így nyilatkozott. Olyan dolgot akarunk, ami a fiatalságnak példa. Lehet, hogy ezzel nem értesz egyet, de a rombolással, gyűlölettel tudjuk megragadni őket. És az ő szomorúságokat, gondjaikat akarjuk fölvenni a zenénkkel. Törünk, zúzunk, rombolunk. Ezért volt jó a koncert. Jó, volt Zikhely, meg stb. Nem kellett volna. De talán, ha a szívünk mélyére nézünk, meg a közönségébe, kellett. Kitombolhatták azt a sok keserűséget, azt a sok csalódást, ami őket érte. És mi is. Az IG helyezés már csak azért is szembetűnő, mert francia ugyanebben az interjúban azt is említi, hogy édesanyja cigány, édesapja pedig zsidó származású. Én nem tartom velük a kapcsolatot. Ugyebár, mert én utalom a cigányokat. Főleg azért, mert tehát nem tudnak beilleszkedni olyan dolgokba, amit tényleg, hogy dolgozzál, vagy akármi, vagy stb. Akkor jó, rendben van, nem? Ne lopjál, ne egy öreg asszonyt öljél meg, 3 forintért. Ugye engem Bachmannak hívnak, ugye, mert az édesapám az egy német, Münchenben élt, stb. Onnan jött haza, elvette ezt a nyomorultat, ugye, a fekete lábú barátnőnket, ugye, anyámat, és ugye már mindjárt keveredett a szituáció. Voló kereszteket is csináltam, én nem voltam ízé hülye gyerek, vonulás föl, Zikhe, Jans Weidrai, mi van veled, elszól, úgyhogy ezek is voltak. Meg hát voltak komolyabb dolgok is. Volt 1-2 dolog, amiben benne voltam. Nem kellett volna benne lenni, és ez nagyon elfordult az együttes. Tehát akkor már nem foglalkoztam a zenekar együttes semmivel. És belekerültem egy ilyen csempészhálózatba, akik fegyvert csempésztek. És akkor megfogtak minket ezek a rendőrök, és hát begyerekkel. És ott volt egy kis szünet. 3 év, 10 hónap. Rupaszov Tamás 83-ban segített egy francia rendezőnő által forgatott magyar pánkokról szóló film a T-34 elkészítésében. Köcsöknek azért, mert nem vagyok hű kommunista, nem vagyok hű a Szovjetunióhoz. Mindenki rab, rabja egy eszmének, rabja egy társadalomnak, büdös kommunista. Egy évvel később Rupaszov a film rendezőjének meghívására Párizsba utazhatott.
ami egy elég szélsőséges példa, az az, hogy azért a 80-as évek elején itt Budapesten, mit tudom én, így punkként úgy élte meg az ember a dolgot, hogy megy az utcán, és akkor az MK-nek az arab, MK-nél az arabokkal konfliktus van. Mész tovább, mész valamelyre, 8. kerületbe, megtámadnak a cigányok. Tehát, hogy nem csak ők, megtámadott a munkás, a popper, a rocker, a rendőr, a BKV-s, tehát mindenki megtámadott, de tehát ezek a különböző nemzetiségű arcok is. Emiatt azért az emberben volt egy hozzáállás, hozzá megfelelő negatív hozzáállás, és viszont Párizsban meg érted, azt láttad, hogy egy platformon vagy minden ilyen emberrel, aki társadalmon kívüli, homeless, emigráns, fekete, hát Lucille-nek a barátai is két arab csávó volt, akivel a filmet csinálták, hát én náluk laktam egy ideig, hol egyiknél, hol másiknál Párizsban, meg egyéb szituációk is voltak, amikor mindenfajta nációval ott találkozott az ember pozitív kontextusba, úgyhogy engem ez teljesen rárakott egy trackre, vagy átrakott. Lett valami fajta koncepcióm, vagy ideológiám. Mert azért azelőtt annyira nem volt még 16-17 évesen. Nagy Feró a Beatrice feloszlását követően egy éven át Backing Group, majd Csigabiga néven koncertezett szerte az országban. 82 nyarán megalapította a Bikinit, ami a Beatricehez képest kísérletezőbb, különböző stílusokat ötvöző zenét játszott. A zenekar első lemezére ráadásul felfigyelt Jello Biafra, a nyugati parti amerikai punk talán legfontosabb bandájának, a Dead Kennedysnek az énekese is, aki a zenélés mellett saját lemezkiadóját is igazgatta. Igazából a Bikinivel mi a legjobb punk zenekar voltunk. De akkor az intellektuális punk vonulathoz tartozott, nem ehhez, amit én azért nagyon szeretek, a Ramonesnek az egyszerű lelki világa. És Erdős doktor, amikor látta, hogy én már nem leszek a Beatrice-ben, és nem lesz újra Beatrice, akkor megengedte az Ős Bikininek, hogy korlátozott példányszámban, de megjelenhetett. Ugye akkor nem tudtuk, hogy ez korlátozott lesz. Azt hittük, hogy visszük a 200 000-es eladási listákat, mert annyit kellett volna vigyen. Amit sikerült nála kiharcolni, azt sem én harcoltam ki, hanem a német alajos. Ezt úgy adták ki, hogy kiadták, 20 000 példányba. Akkor 3 hónapig nem volt. Ne otthon közben tele volt a polc fele. Akkor megint kiadtak, mint tudom, 10 000-et. Hát, és utána hát nem nagyon fogy, de jó, azért kiadunk belőle. És akkor így, és ezt behatárolták, hogy 2 év alatt ezt úgy elosztották, hogy ugye lecsengjen minden dolog, egy kicsit elfárad. A Jello Biafra megkeresett bennünket levélben, és hogy ő szeretné kiadni. És én ezt elvittem a hanglemezjárba. Úgy tudom, hogy meg is egyeztek, hogy az egész lemezt fölvesszük angolul, és aztán valahol leállt a dolog. Hát mi abban az időben a félvilággal leveleztünk konkrétan. Tehát tényleg. Ez a levél meg lett írva, el lett küldve, mert egész egyszerűen ez vérlázító. Tehát ez nem történhetett meg, hogy egy még oly jó Bikini, akármilyen jó lemezt is csinált, ő legyen, mint magyar punk. Írt neki egy levelet, hogy mi egy államilag támogatott zenekar vagyunk. Valami ilyesit írt, és hogy mi tulajdonképpen a kommunista rendszerbe beletartozunk. Ez egy nagy tévedése volt neki, de hát nem baj, hogy nem fogjuk megbocsátani, pedig a megbocsátás bennünk van, de nem. Amerikában meg akar jelenni egy olyan lemez, Amin magyar ilyen hivatalos rockzene, ez rockzenekar, engedéllyel rendelkező rockzenekar, meg órivizsgás rockzenészek, meg mit tudom én, még oly érdekes módon csináltak egy punklemezt, vagy egy punkhangzású lemezt, és ez jelenik meg magyar punkként. Főleg úgy, hogy a Biafra kiadójánál, ami azért nem arról híres, hogy gondolat nélkül
csinál dolgokat, engem ez nagyon zavart. Miért kellett azt elrontani, hogy esetlegesen mi kimehetünk Amerikába, vagy valami? És azért abban az időben Amerikában föltettél egy ilyen idézőjelben mondott, bármilyen punk lemezt is kiraktál, akkor úgy véletlenül is elvitték 100-150 ezeren, mert mellé nyúlt a Manus, és a Bon Jovi helyett vitte volna ez. Rupaszov Tamás 1984-ben játszott a rövid életű Marina Rövű nevű zenekarban, majd a Trottel 85-ös újjáalakulása óta változó nevek alatt, de mai napig aktívan játszik bandájával. 86-ban alapított kiadójának óriási szerepe volt a korabeli magyar punk szintér dokumentálásában. Francia Béla 3 év 10 hónapos börtönbüntetése után már nem akarta folytatni a zenélést. Egy rövid ideig külföldön élt, jelenleg egy konyhán dolgozik. Engem mindig csak ütöttek, vertek. Vagy apám, vagy anyám, vagy a rendőrség. Engem nem szeretett senki. Senki az égvilágon. Kiölték a szeretetet belőlem. Kigyilkolták apámék, anyámék. Én nem tudok már szeretni, én csak a gyűlöletet érzem. Csak a gyűlölet van bennem, csak rombolni tudok. Ezt így van. Érzed? Meg érzem. Ugyanígy? Így van. Tehát nem, nem való, nem, hogy mondjam, igen. Tehát én még a mai napig egyedül vagyok. Tehát egyedül járom az utcákat, bárhol. Én nem úgy barátom, most ezek mindegy, hogy ezek kollégák. Hát most nyilván nem fogom, mert megy a kurva anyádba. Vagy, tehát nem azt fogok mondani, hogy zikkelj, mert mindjárt kirúgok a faszba, ugye? Hanem nem az, hogy, tehát nem, az, nem azért gyűlölök embereket, mert nem sikerült dolog. Mert nekem elég, nekem jó volt. Tehát jó volt az a közeg, amiben voltam, az, hanem az embereknek a hogy mondjam, az a mássága, tehát az, hogy jó, ez a átpalizása, ez a becsapása, szóval hát ez, mik ezek? Ez egy senki hurkák. Senki jóskák. 2 forintot nem ér a bőrük ugyanjára. Az egyik réteg van a magasság, lent meg kész. Középszín meg már jó ideje. Nagy Feró a második lemez után kiszállt a bikiniből, ami új énekesével országos sikerei ellenére sem tudott soha az ős bikinihez hasonló szakmai elismerést kivívni magának. Feró a rendszerváltáshoz közeledve újjászervezte a Beatricét. A lemezkiadás állami monopóliumának 88-as megszűnése után pedig rögtön meg is jelenhetett első nagy lemezük. Rövid politikai kalandját leszámítva Feró a mai napig a szórakoztatóiparban tevékenykedik. Igaz, az egykoron a tűrt és tiltott határán táncoló zenész a jelenlegi kultúrpolitika ünnepelt művészévé vált. Volt, amikor sokszor mondták, hogy mi vagyunk az úttörők. Mondom, nem. Itt én emlékszem egy-két apró dologra, amit azért ne felejtsünk el, hogy az ott volt. Ebben a világban a Spion azért az olyan meghatározó volt, hogy azért voltak előttünk mások, bár én szerintem igazán nem voltunk punkok, mert azért ott volt a CPG, meg egy csomó olyan barátom, akik tényleg punkok voltak. Mi a idézőjelben értelmiségi múltunkkal már nehezen tudtunk ebben részt venni. Fokozódni fog a drámai feszültség. Én nem félek. Miért félnék? Ugyan? Há? Hát én tényleg nem félek. Nincs mitől féljek. De is, én nem mondtam semmit. Akkor nincs mitől félnem. Hiába is próbáltok érzegetni. Tehát mondom, hogy nem félek. Nem.